Na most a globális felmelegedés, globális lehűlés, az anyagi világunk, a természetünk reagál az emberiségnek az életére. Amikor ember bűnös életet él, akkor valamelyik irányba el lesz véve, el lesz veszítve az egyensúly. Vagy túl meleg lesz, vagy túl hideg, hogyha az emberiség Istennel és a világgal, harmóniában, szinkronban, Isten törvényével szinkronban él, akkor tökéletes az időjárás lesz. Nem lesz túl hideg, nem lesz túl meleg, nappal mindig süt a nap, éjszaka esik az eső, az óceánok, a hegyek adnak az aranyot, a drágaköveket, a gyémántokat, a föld adja a terméset, a tehenek adnak a tejet, a fák adnak a gyümölcsöt. Rajtunk múlik, hogy globális felmelegedés lesz, vagy globális lehűlés.